Nepomuki Szent János egy dél most napomuknak hívják, de a község onnan származott, is, hát pap volt az éseknek az első helyettese, és a, az akkori királynő gyóntatójának vállalta, a király pedig nagyon akarta tudni, hogy a királynő hűséges, minden áron meg akarta tudni, hogy mit gyónt, János pap nem volt hajlandó ezt mondani, így és sen aztán végső soron beledobták a, a, a folyóba, vértanú halált halt. Ezért az ő szobrai nagyon sok van a környéken, vagy... A folyó mellett, híd mellett, vagy malom mellett, abban az időben a malom az főképp vízi malom volt, vagy szélmalom, ilyen helyeken van, hát itt Fölső Egyen is ugye a malomnak a, a, az oldalán.